Két és fél negyeden keresztül tartott az OSC lendülete, amelyet a Ferencváros elleni vesztesnek látszó mégis megnyert elődöntő adott neki. Manherz 5 méterese vezette fel a döntő első meccsét, hamar fordított a Szolnok. Viszont az OSC ebben a szezonban többször csinált már csodát. A Dózsa csak állandóan hozta a magas színvonalat. Ez a vonal szerda este is elég magasan volt. Nagy Viktor nagyokat védett, ha az egyre jobban besűrűsödő szolnoki blokkerdő egyáltalán áteresztett lövést. Angyal Dániel pedig abszolút vezéregyéniség volt. A csapatkapitány védekezésben és támadásban is megütötte a világszínvonalat, 5 gólt szerzett. A nagy szünetre úgy lett 7-6 az állás, hogy Várnai 1 másodperccel a vége előtt bevágott egy előnyt. Salamon ráadásul még egyenlíteni is tudott, de ekkor jött 3 szolnoki gól, Nagy Ádám, Konarik Ákos, Szeghalmi Zsombor leosztásban. És a 3 gólos hátrány nem szokott ugyan akadálya lenni az OSC feltámadásnak egészen tegnap estig. 11-8-ról indult a negyedik negyed, amelynek első pillanataiban lezárta a meccset a Dózsa, hiszen Konarik 3. góljával 14-8 lett az állás. Ezt követően ugyan Daladöme 2 látványos gólt is szerzett, de 15-10 után megint jött egy 3 gólos szolnoki sorozat, melyből Szeghalmi Zsombor 2 tetszetős löketet vállalt magára. 18-10-re nyert a szolnoki Dózsa, és egyetlen győzelemre került 10. bajnoki címétől. Ehhez csak újra le kell győznie az OSC-t, szombat délután 16:30-tól a Nyéki Imre uszodában.